Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Drága Szentlélek, teljes szívemmel köszönöm, hogy megszólíthatlak, hogy itt vagy velünk, itt vagy bennünk. Köszönöm neked, Szentlélek, hogy elhoztad nekünk az Atyától, Jézus Krisztust és Mária méhében, hitében, szívében megtestesítetted az örök igét. Uram, köszönöm neked, hogy azt az indítatást adtad, hogy a szeretett himnuszról beszélgessünk ezen az estén. Köszönöm neked, Uram, hogy hogy a te szíved középpontja a szeretet, hogy te magad vagy a szeretet. Hívlak téged, Uram, hogy tisztíts meg minket ezen az estén is, és tegyél képessé arra, hogy, hogy halljuk, értsük a szavadat, hogy ne legyen számunkra ismeretlen a, a, szíved működése, hanem, hanem élő, erős, hatékony valóság legyen bennünk. Az, ahogyan te érzel, az, ahogyan te gondolkodsz. Köszönöm neked, Uram, hogy meghívtál minket arra, hogy téged ismerjünk egyre jobban. Köszönöm neked, Apu, hogy, hogy ez a te legnagyobb kinyilatkoztatásod, hogy te vagy a szerető atya, te maga vagy a kifogyhatatlan szeretet. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megvívtad a harcot, a magváltást, és senki nem tudja elvanni tőled a győzelmedet, ez a te elvehetetlen győzelmed. És dicsérlek téged is, Szentlélek, mert a te jelenléted belőlünk kiszakíthatatlan. Uram, te szent nevedben mondok áldást a testvéreimre, akik, akikkel ezt az estét élőben itt együtt tölthetem technikai eszközök segítségével, de áldást mondok azokra is, akik esetleg majd később hallgatják vissza a ma estének a gondolatait. Legyen áldottat és szeretetedben, apu ez az este, teljesen. Amen. szeretet himnuszt hoztam, És legutóbb a János 17 főpapi ima által mentünk tovább. Most azt mondják nekem, mint a tesók, hogy a Facebook élő közvetítésben nincs hang. Hát ezt most bánnám, hogyha esetleg valóban így lenne. Bogi írta, hogy nála nincs hang a Facebook élő közvetítésben. Jöjj, szent lélek. Jöjj, szent lélek. Jöjj, szent lélek. Aki Facebookon közvetítést néz a csoportban, esetleg írhatná, hogyha még mindig nincs hang. Nálunk sincs hang. Aha. Béda Palinál van hang, csak halk. Ezt írta. Egy perce. Hát akkor, akkor kell, hogy legyen mindenkinél hang. Esetleg <coughs> közelebb húzom magamhoz ezt a laptopot. Aki figyel a Facebook élő közvetítésben, Kárpáti Angéla azt írta, hogy van hang. Jó, akkor, akkor valahol van hang, valahol nincs. Akkor lehet, hogy kicsit hangosabban fogok beszélni, illetve aki tudja, az próbálja hangosítani, vagy jöjjön át zoomban. Nos, legutóbb a János 17 főpapi ima volt, három fordításban olvastam föl, és utána arról beszéltem most pedig a szeretet himnuszt választottam, és ezt fogom több fordításban felolvasni. Tehát szeretet himnusz első korintusi levél 13. fejezet. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkor a hitem, hogy hegyeket mozgassak. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, Mit sem használ nekem? A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét. Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rúja, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik. A profétálás megszűnik, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Tudásunk csak töredékes, töredékes a profétálásunk is. Mikor azonban eljön a beteljesedés, ami töredékes véget ér. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek. Úgy gondolkodtam, mint a gyermek. Úgy ítéltem, mint a gyermek. De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Ha még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok. Most megmarad a hit, remény szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb, a szeretet. Törek egyetek a szeretetre. Ez volt a békés dalos féle fordítás, most hallgassunk még újabb más fordításokat. Legyen a következő a Szent István társulatnak a fordítása. Tehát első korintusi levél, 13. fejezet, szeretet himnusz. Szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem. Ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok. Osszam el bár egész vagyonomat, alamizsnaként, és adjam át testemet, hogy dicsekedjek. Ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét. Nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat. Nem örül a gonosságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha meg nem szűnik. A profétálások véget érnek. A nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik, mert töredékes a megismerésünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön majd a tökéletes, a töredékes véget fog érni. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy éreztem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók, most ugyanis tükör által homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok. Most tehát megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de ezek közül legnagyobb a szeretet. Most eddig ez két római katolikus fordítás volt, hogy egy kicsit szimmetriába legyünk, jöjjön két protestáns tesóktól jövő fordítás. Az egyik a Csia Lajos, Féle legyen, aki esetleg múltkor letöltötte a Bible Discovery alkalmazást, az azon belül magtalálja. Tehát első korintusi levél 13. fejezet, a csia féle fordítást hallgassátok. Ha embereknek, sőt, angyalok nyelvén szólnék is, szeretet azonban nincs bennem. Pengő érc vagyok, vagy zengő cimbalom. Ha enyém volna a profétálás ajándékas, ha minden titkot tudnék, ha látnám az ismeret egész területét, ha az egész hitem meg volna, úgy, hogy hegyeket helyezhetnék át, Szeretet azonban nincs bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetném, és ha testemet tűznek, odaadnám is, hogy megégjen, de nincs bennem szeretet, nem volna semmi hasznom belőle. A szeretet hosszan tűr, a szeretet jóságos, nem féltékenykedik, a szeretet nem dicsekszik, nem fuvalkodik fel, nem illetlen, nem keresi a magáét, nem bőszül fel, nem számítja fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, hanem együtt örül az igazsággal. Mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindenben álhatatos. A szeretet soha alább nem hagy. Akár a profétálásokra gondolunk, azok hatájukat vesztik, akár a nyelvek, azok megszűnnek, akár az ismeretre, ismeretre hatálytalanná válik. Mert töredékes az ismeretünk, töredékes a profétálásunk. <kül> ha pedig eljö a befejezettség, a töredékest hatálytalanítják. Mikor kiskorú voltam, úgy beszéltem, mint egy kiskorú. Úgy járt az eszem, mint kiskorú volnék. Úgy számoltam, mint egy kiskorú, de amikor férfivá lettem, félretettem azt, ami a kiskorúhoz illett. Mert most tükrön át, talányokban látunk, akkor majd szemtől szembe fogunk most töredékesen ismerek, akkor úgy ismerek a dolgokra rá, ahogy én rám ismert az Isten. Így hát megmarad a hit, remény, szeretet ez a három, közülük azonban legnagyobb a szeretet. Ez volt tehát a Csia Lajos féle fordítás, és hallgassunk még egyet. Ez pedig az egyszerű fordítás legyen. Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy csendülő cintányér vagy zörgő cimbalom. Ha megkaptam a profétálás ajándékát, ha értek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban van, ha olyan erős hitem van is, hogy hegyeket mozdítok el vele, de nincs bennem isteni szeretet, az egész nem ér semmit. Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy elégessék, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irígy, nem dicsekszik, nem büszke. Nem viselkedik gorombán, nem önző, nem gurul méregbe, nem tartja számon, ha valaki rosszat tesz nem örül a gonoszságnak, de együtt örül a többiekkel az igazságnak. Az Isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem múlik el. Elmúlik a profétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik minden tudás mert töredékesek az ismereteink és a profétálásunk is. Amikor azonban eljön a tökéletes, a töredékes dolgok elmúlnak. Amikor gyerek voltam, úgy beszéltem, mint a gyerekek, úgy gondolkodtam, mint a gyerekek, de amikor felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. Mi is hasonlóképpen vagyunk. Most csak úgy látjuk a valóságot, mintha egy homályos tükörben néznénk. De amikor a teljesség eljön, mindent szemtől szembe fogunk látni. Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogy Isten engem ismer akkor pedig megmarad ez a három, a hit, a remény és a szeretet, ezek közül azonban az isteni szeretet a legnagyobb. Hát ez a négy fordítás mindegyik egy picit más. Azért akartam ezeket egymás után így felolvasni, hogy kicsit úgy átfűződik rajtuk egy közös fonál, egy közös magértés, ez pedig az, hogy ez a szeretett himnusz miről nem szól. Általában a szeretett himnuszt azt vettem észre, hogy úgy értelmezik, úgy olvassák a legtöbb esetben, hogy, hogy az emberi szeretetnek a fölmagasztalása, Vagyis hogy itt van valami elvárás, amit hogyha valaki teljesít, akkor, akkor neki is majd ez egyszer egy szép napon sikerülni fog. De hogyha ezt a négy fordítást egy kicsit így összefésüljük, akkor meg fogjuk látni azt, hogy hasonló tanítás van a szeretet himnuszban is, mint a, a főpapi imában, mégpedig az, hogy amikor megismerjük a befejezettséget, a teljességet Krisztusban, akkor az Isteni szeretet fog bennünk működni. Ugye, <kül> elhangzik itt az egyik fordításban az, hogy, hogy Isteni szeretetnek van nevezve ez a szeretet, amiről szó van. Tehát az Isteni szeretet az, ami soha nem múlik el. Tehát az legelső kijelentésem a szeretet himnuszról az az, hogy ez a himnusz Istenről szól, őról a szól, nem pusztán egy tulajdonságáról, nem egy emberi cselekvésről, nem egy hozzáállás minőségéről szól. Néhány héttel ezelőtt egy nagyon-nagyon erős tapasztalatom volt, egy teljesen váratlan pillanatban, tesókkal ültünk kint a viskó előtt az udvaron, szépen sütött a nap, talán ennek most már két hete, pont, nagyon szép idő volt, ott ültünk, pihentünk, nem volt valami nagyon tudatosan tervezett teológiai előadás, hanem, hanem csak úgy jelen voltunk, pihentünk, és egyszer csak egy nagyon erős belső képet láttam, egy ilyen kinyilatkoztatást kaptam az úrtól. Egy jelenetet láttam, egy belső ö, filmet. Péter apostól élete végén, a kivégzése előtt állt, így a lelki szemeim előtt. Ugye biztos tudjátok a hagyományból, hogy, ugye, a tanításból, a legendákból, hogy köröszre feszítették Pétert, és uh, van, aki úgy értelmezi ezt, hogy így követte Jézust, ahogy a János Evangélium vége ezt elmondja, de szó szerint uh, a Bibliában az nincs leírva, hogy milyen módon hat Mártír halált, hagyomány szerint kérte, hogy ne úgy feszítsék köröztre, mint Jézust, hanem fejjel lefelé, mert hogy ő nem méltó arra, hogy mint a mester karjait az ég felé kitárva hallja mag, hanem ő inkább a karjait lefelé, a föld felé. De én ebben a bizonyos belső látomásban nem, nem, nem ezt mutatta nekem az úr, hogy ami eddig emberileg eljuthatott volna hozzám, hanem egy egészen új dolog történt. Péter apostolta a kivégző osztag vezetője kérdezte, miért nem tagadod meg Jézus Krisztust. És akkor láttam és hallottam, hogy Péter így felelt, hogy tagadhatnám meg azt, aki egész életemben a legjobban szeretett engem. És akkor úgy elindult bennem egy... Hát egy nagyon erőteljes, elsősorban érzelmi folyamat, ugye az elején, utána pedig egy magértés, hogy, hogy mi történik Istenben, és mi történik bennünk a szeretet közben. Úgyhogy ez a tapasztalat is lett -e ezt a mai alkalmat? Furulyán, nincs hangyád, tulajtőlbe jelzted. No ebből fogok most uh, felolvasni? Amit, amit akkor írtam le ennek a tapasztalatnak a nyomán. Tulajdonképpen, aki ellenáll Isten akaratának, az a saját szívéből feltörni akaró szeretetet folytja el. Hiszen Isten akarata az, hogy hagyjuk kitörni magunkból a szeretetet. A legboldogabbak akkor vagyunk, amikor szeretnek minket, ezt el tudjuk fogadni, majd pedig viszont szeretünk. Akkor érezzük magunkat a legnagyobb fájdalomban, ha nem szeretnek minket, vagy ha nem hagyjuk, hogy belülünk megnyilvánuljon mások felé. Az elfolytott szeretet megkeseredik bennünk. A boldogtalanságot mi okozzuk magunknak azzal, ha nem hagyjuk, hogy a szeretet belőlünk kiadja önmagát. A szeretet jóságot, szépséget, igazságot, életet akar. Amikor ebbe a belülről kifelé irányuló mozgásba nem helyezünk félelemmel akadályokat, akkor tisztán és erősen tud áramolni. Ekkor spontán öröm kíséri a szeretet folyamatát. Szóval bennem az a paradigma váltás jött létre, hogy, hogy nekem nem akarnom kell szeretni, hanem csak nem ellenállni. És ez nagy különbség. Nagy különbség a szemléletben, hogy, hogy akarunk szeretni, vagy hogyha, hogyha nem állunk ellen annak, hogy a szeretet kijöjjön belőlünk. Keresztes Szent János azt mondja, a tiszta szeretet egyetlen mozdulata hasznosabb az egyháznak, mint valamennyi mű együttvéve. Így volt eredetileg a... az idézet, hát egy picikét egészítsük ki ezt az idézetet, mégpedig úgy, hogy a tiszta szeretet szavakat, azokat írjuk nagybetűvel, hogy ez maga az Isten. Hallgassuk így, a tiszta szeretet, vagyis Isten, egyetlen mozdulata hasznosabb az egyháznak, mint az egyház valamennyi műve együttvéve. Én azt gondolom, hogy így érthette ő eredetileg, hiszen Avilai Szent Teréz a kortársa, akivel nagy szellemi egységben voltak, és egy hasonló dolgot fogalmazott mag, Istennek az a kedves és egyedül értékes, ha arra figyelünk, amit ő tesz értünk, nem pedig arra, amit mi teszünk ő érte. Tehát azt kell látnunk, hogy, a, hogy a szeretet az nem egy tulajdonság, nem egy elért eredmény, hanem az maga a személy, az maga az Isten. Ugye azt hallottuk a békés dalos fordításban, hogy mikor azonban eljön a beteljesedés, ami töredékes véget ér. Most eljött a beteljesedés, mert egy Jézus azt mondja, hogy hirdessétek, hogy elérkezett az Isten országa. Isten országa, Isten uralma az, hogy benned lakik a szeretet. Benned lakik maga a szeretet. Ugye ez a gondolat, ami itt van a tizedik versben, a szeretet himnuszban, hogy mikor azonban eljön a beteljesedés, ami töredékes véget ér, erre az a válasz, vagyis ennek az a, az, az értelme, hogy eljött a beteljesedés, és ez a beteljesedés, ez Krisztusban jött el. Ő benne mutatkozott meg teljesen, hogy milyen az Atya szeretete. Isten egyetlen mozdulata elképzelhetetlenül többet, jobbat, szebbet tud elvégezni az életedben most, mint amit te akarsz tenni önmagadért. Péter apostolnál ez a belső látomás, amit érzékeltem, arról szólt, hogy őt magragadta Jézus Krisztusból az Atya szeretete, és az egész életére egy olyan pecsétot rakott, hogy, hogy nem tudta nem odaadni az életét válaszul. Figyeljétek meg azt, hogy, hogy az életre szóló szeretet kapcsolatainkban, amik, amiket nem mi hoztunk létre, azokban azt éljük meg, hogy, hogy nem tudjuk nem szeretni. Kicsit itt jön be a képbe az, hogy egy kapcsolat, a mennyben köttetik, vagy pedig a Földön. A Földön az most nem azt jelenti, hogy rossz, és a mennyben az önmagában nem azt jelenti, hogy jó, hanem a Földön köttetett szeretett kapcsolat az azt jelenti, amikor még te akarsz szeretni, a Mennyben köttetett szeretett kapcsolat pedig az, amikor ráébredsz, hogy eljött már a beteljesedés, benned lakik ő, és a te dolgod az, hogy figyeld. Még egyszer felolvasom keresztes Szent Jánosnak és Avilai Szent Teréznek ezt a két gondolatát. A tiszta szeretet egyetlen mozdulata hasznosabb az egyháznak, mint az egyház valamennyi műve együttvéve. Avilai Szent Teréz, Istennek az a kedves és egyedül értékes, ha arra figyelünk, amit ő tesz értünk, nem pedig arra, amit mi teszünk ő érte. Isten soha nincs kényszer alatt. Ő mindent szeretetből tesz. Jézus Krisztus te nem lehet bizonyítani, találkozni kell vele, ahogy ezt írta az egyik tesó egy kommentben. Az előtte lévő gondolat pedig Judittól való. A szeretet a végső elvehetetlen győzelem. Mi ez a végső elvehetetlen győzelem? Azt mondja Kis Szent Teréz, megértettem, hogy nem szabad hagynom, hogy a szeretet bennem bezárva maradjon. Ugye a képességeink terén, legyen az, mondjuk, a szépen beszélés, legyen az, mondjuk, a festés, vagy egy randrakás, vagy, vagy egy közösség vezetése, vagy egy főzés. Minden képességben lehet fejlődni, de abban, hogy benned lakik a szeretet Isten, ebben nem tudsz fejlődni. Egy dolgot tehetsz, hogy nem állsz ellen és hagyod, hogy kijöjjön belőled. Megértettem, hogy nem szabad hagynom, hogy a szeretet bennem bezárva maradjon, mondja kis Szent Teréz. Ha valaki valóban tiszta isteni szeretetet kapott rajtad köröztül, akkor egész életében emlékezni fog rá. És ez vissza fogja hozni hozzád. Talán egy három-négy hónapja történt, még ősszel szép idő volt, úgy bennem van az emléke, hogy a Viskó udvarán mászkálok, mosogatok, amikor jön egy telefonhívás. Több mint nyolc éve már, hogy eljöttem a Pécsi Kertvárosi Plébániáról, abban az időben jártam be a Pécsi Gyerekotthonba, Biblia órát tartani, és képzeljétek el, hogy 8 év távlatából fölhívott engem egy lány, aki hát azóta már ugye fölnőtt nő, gyermeke van, elmesélte a fél életét, bejárta Európát, hol itt dolgozott, holott. most uh, egyedül neveli a gyermekét, éppen akkor halt meg az édesanyja, és kérte, mert emlékezett rám, járt a gyerekek között a kis bibliaórára, és kérte, hogy, hogy hogy jöjjek az édesanyját elbúcsúztatni, és tartsam maga gyászszertartást. Nagyon megdobbentem ezen a, ezen a kérésen, nyolc év távlatából, azóta semmit nem tudtam róla. Kicsit beszélgettünk, és kérdeztem tőle, hogy hát miért rám gondoltál? És azt mondta, hogy de visszagondoltam az életemre, és úgy éreztem, hogy maga áll a legközelebb Istenhez, mondta nekem. Hát így fogalmazott, a maga nyelvén, saját gondolataiból ezt így mondta ki. Nekem nagyon jól esett ez a, ez a pozitív visszajelzés, de hát persze ő nem azért hívott föl engem, hogy visszajelözzön nekem egy pozitívat, hanem azért, mert szükséghelyzetben volt, és itt jön be a képbe az, hogy amikor a legnagyobb szükséghelyzeteinkben vagyunk az életünkben, akkor mindig azokhoz az emberekhez fordulunk, akikből valaha korábban egy emlékezet miatt, ugye bennünk van az a pecsét, hogy ő rajta köröztül már legalább egyszer átjött a föltétlen szeretet. És akkor ahhoz próbálunk visszanyúlni. És én most nem arra akarlak bántakat bátorítani, hogy, hogy kezdjetek el ilyen hősies szeretett tetteket végrehajtani, mert pont arról van szó, hogy a föltétlen szeretet, az akkor nyilvánul mag, amikor te háttérbe lépsz. Tehát, tehát nem az akarásodon keresztül jön ki. Nem a tervezésedon keresztül jön ki. Mivel ő egy személy. Tehát ez, ezért újra és újra tudatosítani kell azt, hogy bennünk lakik a szeretet. És amikor hagyjuk, akkor ő önmagát mutatja maga. Ezért tudta Jézus Krisztus annyira hitelosan, és alázatosan, és biztosan kimondani azt, hogy én csak azt teszem, amit az atyánál látok. Fogtasszak nektek egy kérdést, ami viszont egy visszatekintés az életedre, hogy ki volt ez az ember, aki a legjobban szeretett téged, és ki volt az az ember, akit te a legjobban szerettél. Milyen volt a te szeretetod, és milyen volt az övé? Te erre megpróbálsz értelemmel válaszolni, de itt magin az jön, hogy a Szentlélek kerüli az értelmünket, és ha találkoznának ezek az emberek, akkor, akkor nem tudnák magmondani azt, hogy a számukra az volt a legnagyobb, mert nem emlékeznének rá. Hiszen te nem tudod tudatosan, akarva adni Istent. Mert Isten nem az akaratunk tárgya, nem tudjuk őt birtokolni. Ha tudnánk tudatosan, akarva adni az Isten teljes szeretetét, hát akkor mindig tudatosan akarva adnánk. De mivel ő egy személy, és szabad, és szuverén, ezért kicsit ahhoz tudom ezt hasonlítani, mint egy társaságban vagyunk, ennyi kötetlen beszélgetés van, és tudjuk, hogy kinek mi a szakmája. Van a társaságban egy rendkívül okos, matematikus, Magyarország tíz, legokosabb matematikusa közül az egyik, ott van a társaságban. De ez egy kötetlen este, mit iszogatunk, beszélgetünk, mit popcorn zabálunk, tehát egy ilyesmit képzeltek el. De abban a pillanatban, amikor, amikor egy matematikai probléma kerül terítékre a beszélgetésben, akkor mindenkinek a figyelme egyszerre a matematikusra irányul, hogy válaszoljon ő a problémára, és azt mindenki el is fogja fogadni, mert tudjuk, hogy ő ebben a legokosabb, vagy talán egész világon ő a legokosabb ebben a témában, ebben a tudományában. Mit csinálunk ekkor? Átadjuk neki a figyelmet és a tiszteletet, hogy cselekedjön ő tudásához méltóan. Ezért tehát. Nekünk nem kell szeretetre méltóvá válni. Ez is egy tévedés, amikor ilyesmi szavakat mond valaki, hogy, hogy válj szeretetre méltóvá. Nem lehet szeretetre méltóvá válni. Krisztus tett minket szeretetre méltóvá magváltás által. Azóta szeretetre méltók vagyunk. Ezzel kapcsolatban fogadjatok szeretettel egy versemet. szép vagy. A kegyelmet nem kényszerből, hanem könnyedén gyakorlod. Nem azért van lábad alatt a felhő, mert ne tudnál a sárban tapicskolni gyerekszívvel. A börtönöket nem bírósági utasítása látogatod, hanem mert a fiaid és lányaid ott vannak egyszerűen ezért. Nem azért simogatod meg a katica bogarakat, mert ez jól fest egy ovisoknak kiadott fejlesztő pedagógiai könyvben, hanem mert név szerint ismered azokat is. Nem azért szeretsz engem, mert szeretetre méltó vagyok, hanem mert szeretetre méltóvá tettél engem. Hát Jézus Krisztus köröszt halálában egyszer mindenkorra minden ember szeretetre méltóvá lett téve. Ez a teológiai igazság. Ez az objektív tény. És amikor pálapostolban ő benne az ő értelmében eljött a beteljesedés, vagyis felfogta azt, hogy őt minden bűne ellenére szerette az Isten, akkor ennek a szeretetnek átadta magát, és ez őt elsodorta. Ez őt lenyűgözte. Egy kérdés. Ilyen elgondolkodásra szánt kérdés, hogy számodra Isten a szeretet? Számodra elsősorban Isten maga a föltétlen szeretet? Ha azt mondja valaki, hogy Isten, akkor neked rögtön a feltétlen szeretet jut eszedbe. Mi jut eszedbe, ha azt hallod, hogy Isten? Jézus Krisztus azért jött, hogy mindenkinek a világ végéig az legyen a legelső reflexe, hogy Isten a szeretet. A legdurvább betegség, ezen is elmélkedtem nagyon sokat az elmúlt hetekben, hogy, hogy miért, bocsánat, hogy mi történik az emberi szívben, amikor ellenáll az Isten akaratának, és arra jöttem rá, hogy a legdurvább betegség az, ha valaki Istenre hivatkozva folytja vissza a szeretetet, az a legsúlyosabb betegség. Ugye Jézus mondta, hogy induljatok, kérdezhettek az örömhírt, hogy itt az Isten szeretete, itt a magváltás. És azt mondja, hogy Istenre hivatkozva, azt gondolva, hogy Istennek tesznek szolgálatot, benneteket meg fognak ostorozni a zsinagógákban. Gondoljatok bele, hogy a főpapok Istenre hivatkozva akarták megtiltani, hogy ki mondják Jézus nevét. Azt hiszem a Jesus Culture zenekarnak van egy zenéje, lehet, hogy már magyarra is le van fordítva, hogy a szeretetnek van neve. Jézus Krisztus az. Love has a name, Jesus. Egy újabb kérdés amin szintén gondolkodj el, Hans Urs von Balthasar, svájci teológus, 20. század, római katolikus egyház, nagy jezsuita, misztikusa volt ő. Ezt a kérdést teszi föl, van-e olyan erős az emberi akarat, hogy örökké ellenálljon az isteni szeretetnek? Ezt a kérdést annak kapcsán teszi föl, hogy vajon, vajon a szívünkben van-e olyan erős hit és remény, hogy higgyük és reméljük, hogy a pokol üres, és egyetlen egy ember sem kerül oda? Tehát aki ellenáll az Isten akaratának, az a saját szívéből föltörni akaró szeretetet folytja el. Értitek ezt? Ha a lelked leges legmélyéből fakadóan működő szeretetet hagyod, és így érezve cselekszel, akkor teljességet, hiánytalanságot fogsz magélni. Ez is egyfajta visszajelzése annak, hogy az Isten szeretet rajtad köröztül, amikor hiánytalanságot, teljességet és békességet élsz meg. Tehát az öröm és a béke az a jele annak, hogy, hogy ott volt az Isten abban, az eseményben, cselekedetben. Ugyanis, amikor mi magunktól akarunk valamit, akkor abban mindig van egyfajta ilyen hiányérzet, egy teljesítmény kényszer miatt. Nem a teljesítménnyel van a baj, hanem azzal, hogyha a középpontban a teljesítmény van. Képzeljetek el egy nagyon szép lelki napot, amit uh, megszerveztek, nagyon sokat készültök rá, sokan jönnek, mindent jól akartok csinálni, és tényleg szépen sikerül, és a nap végén mégis azt érzitek, hogy hát lehetett volna jobb ez, lehetett volna jobb az, kár, hogy valaki nem jött el tudjátok, ez olyan sokszor előjön, mert így az első öt percben, hogy ki hiányzik, miért nincs itt, miért késik. És amikor ilyen érzések és gondolatok vannak a szívünkben, az elején, a közepén vagy a végén, egy lelki napnak, akkor az azért van, mert magunkra figyeltünk. Ez az igazság. Mert ha magunkra figyelünk, akkor mindig hiányokat fogunk észrevenni. Ha pedig Istenre figyelünk, akkor mindig a teljességet fogjuk észrevenni, mert ő maga a teljesség. És ő benne már nem fog hiányozni az, ami hiányzott. Mert tudjátok, teljesen természetes az, hogy valami mindig hiányzik. És ez azért van, mert a formák szintjén nincsen beteljesülés de a teljesség mindig itt van a háttérben. És hogyha a figyelmünket levesszük arról, hogy hány szalvéta van, ki jött el, milyen a hangosítás, milyen a zene, mennyire volt ütős a tanító előadása, az emberek szívébe átment az üzenet. Tehát ha ezek, ezeken a paraméterekön aggódunk, akkor nem az atya szívére néztünk. De ha az atya szívére nézünk, akkor begyógyulnak a sebeink. Mert amire nézel, az vissza fog hatni rád. Most Pilinszki Jánosnak egy gyönyörű, rövid kis versét olvasom föl. Talán, talán az egyik legismertebb rövid verse. Lehet, hogy már olvastam is itt a furujákon, de újra nem árt hallani. Pilinszki János átváltozás. Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam, halandóból így lettem halhatatlan. Egy újabb kérdést hadd tegyek fel. Milyen csodák történtek az életedben akkor, amikor nem folytottad vissza a szeretetet? Gondoljátok bele, hogy a legnagyobb csoda a világtörténelemben az, hogy Isten nem folytotta vissza önmagából a szeretetet, hanem kiárasztotta, és megmutatta, a saját köröszt halálában Jézus Krisztus, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Ha lelked leges legmélyéből fakadóan hagyod a szeretetet mozogni, és így érezve cselekszel, akkor teljességet, hiánytalanságot fogsz magélni. Hát ezt kívánom nektek, még azért nincs vége, csak jön, jön egy jó kívánság, hogy, hogy a létszintjén most folyamatosan legyetek tudatában annak, hogy bennetek lakik a szeretet Isten, és azt, és azt nekünk nem kell létrehozni, nekünk azt nem kell akarni, hanem elállni az útból. Nagy Robi, katolikus, karizmatikus pap mesélte, hát most már talán több mint 13 évvel ezelőtt egy János kurzuson, hogy fiatal magtérőként nagy lelkesen odaállt az úr elé egy imájában, és mondta, hogy Uram, hát itt vagyok, mibe segíthetek neked? és érezte, hogy az atya nagy szeretettel mondja neki, hogy fiam, nagyon sokat segítesz nekem azzal, hogyha nem állsz az utamba. Tehát benned lakik a szeretet, most ezt úgy képzeljük el, egy pici hasonlat jön a képbe, hogy én vagyok egy autó. Mondjuk egy nagyon jó, szuper, új Mercedes. 30 millió a ér. És ez most én vagyok. Én nem tudom magamat vezetni. Nem is kell, nem is kell akarnom. De bennem lakik a világ legjobb autóversenyzője, aki tökéletesen tud vezetni. De sofőr nélkül a világ legjobb autója is haszontalan. Így értelmezzük azt, hogy ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok, mondja Pál. De itt jön az örömhír, hogy milyen jó, hogy bennem van a szeretet. Ezért nem, hogy csak éppen valaki vagyok, aki tud szeretni, hanem én vagyok a frigyláda. Én vagyok az, amit magasan kell hordozni, hogy lássák, érzékeljék, hogy itt az Úr. Tehát azt mondja Pál, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő címbalom, fordítsuk meg, mivel bennem lakik, aki maga szeretet. Ezért én magam is a szeretet vagyok. Hiszen Teréznek jön egy döbbenetes mondata, azt mondja, az egyház szívében én laszak a szeretet. Hát a szeretet az az Isten. S magáról mondja kis rész, hogy én leszek az egyház szívében az Isten. Vegyjátok szeretettel a Csak című versemet a kimondhatatlan szeretetet nem lehet kimondani. Csak ő mondhatja ki önmagát. A kinyilatkoztatás ezért nem lehet más, mint két pont között egy nyílegyenes szerelmi vallomás. Nem olyan beszéd, ez nem olyan szó, ami bármelyik emberéhez hasonló. Ezért senki emberfiától nem várhatom. A kimondhatatlan szeretetet csak tőled kaphatom. Te pedig minden pillanatban ingyen adod, ezért teljesen egyedül sohasem vagyok. Ennek a versemnek a kapcsán hadd mondjak el egy óriási szeretet tapasztalatot, ahogy Isten megszeretgetett engem. És ez megint nagy tanulság azok felé, akikön keresztül jött, hogy mennyire nem ők maguk tötték ezt, hanem ez az Isten volt ők csak átengedték. Izraelben voltam három hétig, hat évvel ezelőtt, és abban a három hétben nagyon sokszor újra és újra visszatérő gondolatom volt, hogy itt vagyok egyedül, mint magyar katolikus pap, Magyarországról jött egyedüli férfi, és egyedül éreztem magam. Hát ketten mentünk Tündivel, vízport Tündivel, és jó volt, jobban tudott angolul, ketten segítettük egymást, egész nap mindig együtt oldottuk meg a problémákat, tehát egymás nélkül valóban az szinte lehetetlen lett volna ezt a, ezt a, hosszú három hetet végigcsinálni. De mégis ennek ellenére, hogy volt egy magyar utitársam, zarándoktársam, egy, egy keresztény tesó, mégis ott motoszkált a fejemben, hogy nincs másik katolikus pap a cima konferencián, csak én, férfiként, magy magyarul, nem tudok egy másik magyar férfivel beszélgetni, és, és ez mindig ment a fejemben, mint egy levakarhatatlan magakat lemezdől, újra és újra. Lehetett, vagy két hét, amikor egy imást volt, körbevettek engem külföldi tesók, angolul imádkoztak, elég jól tudok angolul, magam, akkor már jól belerázottam, értettem, hogy mit mondanak, és egyszer csak az egyik mag szól a magyarul, és azt mondja, az Úr azt üzeni neked, hogy nem vagy egyedül. Ez a tesó szlovákiai tesó volt. Ő maga nem szlovákiai magyar volt, hanem talán nagyapja vagy nagyanyja magyar, és akkor ő ott gyerekösködött, és valamennyire tud magyarul. profétát Nem tudta ő, de mégis egy hatalmas szeretet kenetot árasztott kirám, de nem ő, hanem Isten önmagát adta ezen az emberen Pontosan, egészen pontosan arra a sebre öntötte az igazság olaját. És ez nagyon fontos, hogy a szeretetben az igazság olaja van ráöntve a te és ezért a legnagyobb gyógyulás. Tehát a szeretetben kapjuk maga az igazságot, és az igazság szabadít fel minket. Napokban láttam egy ö, paptasónak egy ö, gondolatát a Facebookon, és hát tudjátok, mindenki osztogat mag ö, okos gondolatokat, figyelgetjük egymás gondolatait, és én úgy észrevettem, hogy ebben a gondolat, szóval, hogy így hangzott ez a, ez a, gondolat, ahogy egyre jobban szeretsz, te is egyre szeretetre méltóbbá válsz, írta ki egy paptestvér pár, pár nappal ezelőtt, és így a szememet ez az idézet, vagy ez a gondolat, nem tudom, hogy magától találta ki, Mindenesetre esetre nem írta oda azt, hogy ezt valakitől idézni. Ahogy egyre jobban szerezte, és egyre szeretetre méltóbbá válsz. Én mindig úgy szoktam, <laughs> nem mindig, de sokszor úgy agyalok, amikor hallok egy gondolatot, hogy megfordítom az ellenkezőjét, és ha az ellenkezője is igaz, akkor az is igaz volt. De ha az ellenkezője nem igaz, akkor az se volt igaz. Figyelj, ahogy egyre jobban szeretsz, te is egyre szeretetre méltóbbá válsz. Fordítsuk meg. Ahogy egyre kevésbé szeretsz, te is kevésbé szeretetre méltóbbá válsz. Ugye, hogy ez már elkezd minket zavarni? Tehát akkor az eleje se volt igaz. Odaírtam kommentbe a felismerésemet, fogadjátok szeretettel. Én azt gondolom, hogy ez az igazság. Figyelj! Szeretetre méltó minden ember a létében. Krisztus megváltó kereszthalála miatt. Nem kell senkinek azzá válni. Az viszont igaz, hogy ezt a tényt, ha ezt a tényt tudatosítom, akkor ez a szívem állapotát átformálja. El tudom fogadni, hogy engem szeressenek, és át tudom engedni magamon Isten szeretetét mások felé. Hadd vezessek be egy ilyen kis fogalmi makkolomböztetést, hogy mi az, hogy a szívem állapota, és mi az, hogy a létem. A létam szeretetre méltó, mindig Krisztus Magváltó halála miatt. A szívem állapota, ami az aktuális hangulat, érzés, az aktuális magértésem is ide tartozik. Tehát a szívem állapotába beletartozik minden, ami, ami, amit mások belőlem ismerni vélnek. De ugye azt mondja a Pála szeretet szeretett himnuszban, hogy amikor eljön a beteljesedés, akkor én úgy fogom ismerni Istent, ahogy ő ismer engem. Tehát sokkal fontosabb, a létre figyelni, mint az állapotra. Ezért soha ne hogy abban, hogy amikor Isten rád néz, akkor a szívében ezt érzi irántad, gyönyörűm. Tehát Isten, ha rád néz, ezt érzi. És itt jön be az, hogy Istennél az ő léte és a szívének az állapota az ugyanaz. Értitek? És nekünk akkor van boldogság a szívünkben, amikor a létünk és a szívünk állapota ebbe az egységbe kerül. Akkor fog a létünk és a szívünk állapota egységbe kerülni, hogyha halljuk az igazságot, és az igazság szabaddá tesz minket. Tehát hitáltal. Hitáltal jut be a szívünkbe az igazság, fölszabadítja az állapotunkat arra, hogy a létünk szerint érezzünk. Ha te a létod szerint érzel, az az igaz érzés. Az igaz érzés az, hogy te szabadon örülhetsz ok nélkül. Annyira boldog vagyok, hogy ezeket az igazságokat kimondhatom nektek, mert tudom, hogy nagyon fontos, hogy ezt halljátok. Egy újabb versemet fogadjatok szeretettel. Hatás. Igazságod irigyé teszi ellenségeimet. Vidámságod vadít engem. Szentséged szavakat szól belőlem. Szépséged szabadít engem. Puhaságod parancsol nekem, tekinteted törődik velem, sebeid sebet rajtam, gyönyörűséged győztessé tesz engem, veled veszélyessé válok a hazugság számára, örömöd őrít engem, tisztaságod teljessé tesz engem, hatalmad halált belőlem, életed életet lehel belém, szerelmed szerethetővé varázsol engem. Hát más a szeretetre méltóság, és más a szerethetőség. A szerethetőség az kicsit olyasmi tudjátok, mint hogy a sündisznót nehéz maga vagy magsimogatni. Szeretetre méltó a nagyon-nagyon sebzett ember is a létében, csak mivel nem tudja hagyni magát szeretni, ezért nem szerethető. Az a legnagyobb felszabadulás, amikor uh, tudatában vagyunk, hogy bennünk lakik a szeretet, és ő szeret rajtunk keresztül. Mi pedig mindeközben szeretetté változunk, és örülünk. És ez tulajdonképpen csontban történik. Észrevétlen, mély csontban. figyeljétek az érzéseiteket. Mert az érzéseitek, az érzelmeitek, nem pont ugyanaz a kettő, most nem pszichologizálni akarok, de az érzéseink azok, amikor nem gondolunk valamit konkrétan, hanem átjárja a testünket, lelkünket valamilyen állapot, hangulat. Ezt az állapotot Makkal szántalni az igazság kimondásával. Ezért mondhatja Pál azt, hogy örülj. Filippieknek. Újra mondom, örülj. Miért? Mert az igazság az, hogy mag vagy váltva. Az igazság az, hogy minden örökre rendben van, az igazság az, hogy örök életed van. És ezért a bölcsesség akkor Jön be az életünkbe, amikor az érzéseinkben már ott van a béke, az öröm és a szeretet. Itt viszont egy kulcs az, hogy nem az érzéseidre kell helyezned a fókuszt, hanem a, a létedre. Arra, hogy ki vagy a kegyelemben, arra, hogy milyen az Isten. Ha kifogyhatatlan szeretetből merítesz, akkor nem kell félned az elutasítástól, nem fog fájni. Nagyon sokan azért folytják le magunkban a szeretetet, mert azt gondolják, hogy egy újabb csalódás az eszükbe fogja juttatni a régi csalódást. És ezért blokkolják a saját szívükben az Isten szeretetének a kiáradását. Félnek szembesülni a régi csalódás emlékével és fájdalommal. De ez azért van, mert abban gondolkodnak, hogy, hogy amit adok, az ki tud fogyni, és visszaélhetnek vele. Az Istennek végtelen szeretete van, ő személy, ő benned lakik, ezért nem kell félned, hogy ő kifogy belőled. Ő, tehát az Isten nem tud kifogyni belőled, mert ő benned lakik, ő egy személy. Te el tud fogyni a, mit tudom én, a hajamból a fiatalság színe, és majd egyszer ősz hajam lesz, nem tudom, száz év múlva. Tehát kifogy a hajamból egy anyag, és emiatt fehér lesz. Tehát elfogyhatnak anyagi jellegű dolgok, de a bennem lakó szeretetisten az nem fogyhat ki, mert ő maga az. Hát így a szavak szintjén most már nem tudok azt hiszem többet mondani, csak egy leges, legutolsó versemmel kívánok nektek további szép estét, és utána átmegyünk majd zumba egy kis pici szünet után. Anyukámnak ez a kedvenc verse tőlem, legalábbis ezt mondta nekem, már sok versemet hallotta, és azt mondta, hogy neki ez tetszik a legjobban. Hát akkor, ha majd anyukám valaha hallja ezt a fölvételt, anyukámnak küldöm szeretettel. Uh, szent gyerekmese! Isten meg felhő, nap meg fák, virágok meg kék ég, halak meg hullámok, kövek meg barátok, fű meg lovak, kezek meg csókok, lányok meg fiúk, megalkottalak titeket, hogy érezzétek szeretetem. Szent gyerekmese Isten meg felhő, nap meg fák, virágok meg kék ég, halak meg hullámok, kövek meg barátok, fű meg lovak, kezek meg csókok, lányok meg fiúk. Megalkottalak titeket, hogy érezzétek szeretetem, bennetek ragyogok, hogy érezzétek szeretetem, előttetek ugrálok, hogy érezzétek szeretetem, bennem fürdessétek magatokat, hogy érezzétek szeretetem. Köszönöm a figyelmet!